Eredményesen működött a városi piac az év első 9 hónapjában. A Városgazdálkodási ZRT 2004. január 1-e óta végzi az élelmiszer, valamint a használtcikk piac üzemeltetését. Az élelmiszerpiac a bérleti szerződések alapján szinte teljes kihasználtsággal működött az első 9 hónapban. Problémát az jelent, hogy közegészségügyi okokból virágot, palántákat, valamint nagy mennyiségű szezonális árut, mint például burgonyát, hagymát és dinnyét, csak a piaccsarnok melletti fedetlen területen lehet árusítani. Korábbi években felmerült a piac bővítési lehetősége a piaccsarnok melletti területen, ahol nyitott térben, de fedett asztalokon és teherautókon lehetne árusítani. Zólyom Istvánné Bükkábrányból rendszeresen átjár a kövesdi piacra értékesíteni a termékeit és a növényeket. Minden csütörtökön, szombaton szoktam jönni árulni, így ami a kertbe felesleg, meg ami tojás, ami megterem, ezeket eladom, a felesleget. Elmondta, a piaccal kapcsolatban jók a tapasztalatai, sok visszajáró vásárlója van. A csarnok épületével elégedett és szépnek találja, ennek ellenére szerinte a bejárat kissé húzatos. A virágoknak is nagyobb hely lehetne, mert még azért elég kevés a hely. Mert a idényben elég sok virág van, névnapokkor, meg így minden szentekor, ilyenkor, akkor elég kevés a hely neki, úgyhogy még lehetne rajta bővíteni. Varga András évtizedek óta vásárol rendszeresen a piacon, főként füstölt húsokat, zöldségeket és gyümölcsöket. Elmondta, hogy miért szereti jobban a piacot a boltoknál. Bővebb a választék, bőve, sokkal többebb a zöldségnél, mert a gyümölcsnél. Sokkal bővebb a választék itt. Meg itt lehet alkudni esetleg egy kicsit, dolog máskor dolog, meg itt, ugye itt ott egy hely van kitéve, itt meg van 10 hely van kitéve. Választék, ár is más lehet, mint ahogy tapasztalom is, hogy nem egy az ár. Piaccsarnokkal kapcsolatban kiemelte, hogy mióta befették az épületet, nagyon elégedett a körülményekkel. Az élelmiszerpiacon április 21-től termelői piac működik, ahol kizárólag kis és ős termelők árusíthatnak, bevezetésként június 9-éig kedvezményes bérleti díjat fizethettek. A termelői piacon április 21-e és szeptember 29-e között összesen 263 kis termelő képviseltette magát. Ez átlagban számítva 11 árust jelent piacnaponként. A használtcikk piacon szerdánként lehet árusítani a vásártéren található területen. Itt egy új közlekedő útszakaszt alakítottak ki a bejárat közelében. Az árusítás földről, sátorból és asztalokról történik. Az év első 9 hónapja alapján 47 fő rendelkezik bérleti szerződéssel. A bérleti és napi díjjal lefedett terület nagysága, a teljes terület, azaz a 3500 négyzetméter, 59,45%. Összességében a nettó árbevételek alapján az elmúlt évek egyik legjobb eredményét érheti el a városi piac, mely várhatóan meghaladja majd a 18 millió forintot.